A Vörösmarty Könyvtár olvasótermében Vas Márta vezetésével folytatódott az elmúlt esztendőben indult, havonta jelentkező biblioterápiás foglalkozás, amely olyan módszer, amely válogatott olvasmányok felhasználásával segít a pszichológiai problémák kezelésében, illetve a személyiségfejlesztésben. Ez a fajta módszer, hogy irodalmi művek segítségével próbálunk bizonyos helyzeteket feloldani, ehhez egy hát a foglalkozás jellegét, ez kétféle lehet egy zárt csoportos foglalkozás és egy nyitott. Nálunk most inkább ez a nyitott foglalkozás van, tehát bárki bármikor csatlakozhat. A terápiás célú olvasás alapja sokféle szöveg lehet, a legnépszerűbb a szép irodalmi művek alkalmazása. A módszerrel kiemelkedő eredményeket lehet elérni a depresszió kezelésében, emellett az előadások mellett a közösségben elhangzott gondolatok is segítenek a harmónia megtalálásában. Különböző problémákat érintünk. Azt gondolom, hogy eddig olyan témákat vettünk, ami mindenkit érintett. Első alkalommal ugye a nőiesség került sorra, a női sorsok. Második alkalommal ugye a karácsony volt a téma, hogy kit milyen érzelmi hatások éri karácsonykor, és én mindig ehhez választok novellát, verset. A komplex módszer abban is segít, hogy rálássunk önmagunkra, megértsük az én fontosságát, amely alapja a külvilággal való harmonikus kapcsolatunknak, és beillesszük magunkat a miért és hogyan kérdésekre adott válaszokba, amelyek vezérfonalat nyújtanak mindennapjainkban.